Kedden délután tartott sajtótájékoztatót az LMP miniszterelnök jelöltje Győrben. Szél Bernadett új korszakot nyitna 2018-ban, hogy Magyarország lehessen a 21. századi okos forradalom nyertese. Én azt látom, hogy a politika iszonyatosan messze van attól, ami a magyar embereknek a problémáját illeti. Egyszerűen azt látom, hogy a politikusok nagy része nem foglalkozik a magyar emberek mindennapi problémáival. Tegnap kérdeztem a miniszterelnököt arról, hogy mit szól ahhoz, és hogyan tud a magyar emberek szemébe nézni. Egy olyan tönkrevert egészségügyet látva, mint amit mindannyian megtapasztalunk, nem tudott a kérdésre válaszolni. És én azt látom, hogy alapvetően a problémáinkat három csoportba lehet sorolni. Vannak azok a problémák, amelyeken Orbán Viktor nem tud segíteni, van, ami nem akar, egyszerűen nem is tud róla, hogy létezik probléma, és a harmadik, amit ő kitalál, és az ő saját kitalált problémája. A szélterv viszont a magyar emberek valós problémáira nyújt megoldásokat, hangsúlyozta a pártelnök. A mi tervünk, a szélterv, azt 7 olyan problématületet sorol fel, amire a megoldásokat is egyben prezentáljuk a magyar embereknek. Én alapvetően az egészségügyet látom egy olyan kérdéstek, ami nem tűr halasztást, hogy az ezzel kapcsolatos problémákat megoldjuk. Egy része a bérválsággal függ össze, viszont egy másik része a strukturális probléma. És én azt látom, hogy bátorság kell hozzá, és pénz kell hozzá, hogy ezt a területet rendbe tegyük, nálunk mind a kettő megvan. Az oktatás. Az oktatás kérdése az azért nagyon lényeges, mert ez az ország ez úgy fog kinézni 10-20-30 év múlva, amilyen állapotban most az oktatásunk van, és ez egy borzalmas jövőképet vetít elénk. Én azt látom, és milyen egyetértek a legnagyobb magyarral, hogy egy nemzet ereje az a kiművelt emberfők sokaságában rejlik. Én büszke vagyok a pártomra, hogy 100 költségvetési forintból mi 20-at az oktatásra költenénk annak érdekében, hogy egy jól működő rendszerünk legyen, tette hozzá a politikus, aki azt is kifejtette, hogy milyen átalakításokkal kezdene, ha ő lenne Magyarország első női miniszterelnöke. Azt látom, hogy az az 1440 milliárdos átrendezés, amit én a parlamentbe is beadtam, és amely a legfontosabb gócokat rögtön kibogozná a bérekkel kapcsolatban, az elengedhetetlenül szükséges. Kormányra kerülve ezzel fogunk kezdeni, de amellett szükségünk van az egykulcsos adórendszert lecserélni egy többkulcsos adórendszerre, amely nem egy perverz újraelosztást csinál itt ebben az országban, elvéve azoktól, akiknek a legkevesebb van, odaadva azoknak, akik amúgy is tehetősebbek, hanem három kulcsra van szükség. A mi adórendszerünkkel, aki most minimálbéren van, az 24.000 forint a kapásból többet vihetne haza, aki átlagbéres, az pedig 37.000 forinttal. És ez csak az első lépés. A sajtótájékoztató után 18 órakor egy beszélgetés is kezdődött, ahol a politikus arra invitálta a győrieket, hogy egy fórum keretében beszéljék ki vele Magyarország és Győr valódi problémáit.